A közügyek vendége pedig Bognár Beáta, a Szabadkai Vasutas helyi közösség VMS helyi szervezetének női fórumának elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Rengetegen voltak, ahogy ez a felvételeken is látszott. Mitől ilyen sikeres ez a rendezvény, mit gondol? Nagyon sikeres ez a rendezvény, hiszen ezt a rendezvényt már negyedik alkalommal szerveztük meg, és évről évre többen is többen jelennek meg. A Vasutas Település Női Fóruma 2009 óta létezik, és 2009 óta aktívan dolgozunk. A helyi közösségünk területileg a nagyobb helyi közösségek közé tartozik. És a szegényebbek közé. Igen, tehát a helyi közösségünkben sajnos nagyon sok a munkanélkül, és igen nagy a nehéz anyagi körülmények között élő családok száma. Így fő célunk ezeken a családokon segíteni, amennyire csak tudunk, és minden évben nagyon sok humanitárius akciót szervezünk, mert ezekkel az akciókkal próbálunk ezeken a családokon segíteni. Én általában azt hallom, hogy nagyon nehéz szponzorokat találni, mindenki a segítséget keresi, akár ilyen jótékonykodási céllal is, de sokaknak nem sikerül. Önöknek hogy sikerült? Nehéz szponzor találni, de vannak olyan jótékonysági akciók, amelyekhez nem kell ennek szponzorok. Ilyen például a ruhagyűjtési akció. Ruhagyűjtési akciót évente kétszer szervezünk, egyszer tavasszal, egyszer pedig ősszel. Ezek egynapos akciók, a helyi közösség épületében történik. Délelőtt gyűjtjük a ruhákat, délután pedig már szétosztásra kerülnek a rászorulók körében. Ezek az akciók nyitottak, a polgárok tudomást szerezhetnek róla újságon keresztül, rádióból, plakátokon és szórólapokon keresztül, és nagyon sok polgár részt vesz ebben az akcióban, és nagyon sok polgáron tudunk segíteni. Tanszergyűjtési akciót is szoktunk szervezni, amihez szintén nem feltétlenül szükséges a szponzor. Minden év augusztus utolsó két hetében tanszergyűjtési akcióra kerül sor, és itt nem feltétlenül csak az új tanszereket gyűjtjük, hanem elfogadjuk a használt táskákat, a használt toltartókat, írószerszámokat, tehát mindennek örülünk, és minden jól jön, amit kapunk, és miután összegyűjtöttük ezeket a tanszereket, a női fórum tagjai becsomagolják, és a rászoruló gyerekek körében szét is osszuk. Nem kell szponzor a játékgyűjtési akcióhoz sem, amit úgy szintén minden évben, december 6-a körül szervezünk meg, ez az akció is kéthetes, és itt sem várunk a polgároktól teljesen új játékokat, használt játékokat gyűjtünk, társas játékot, kockát, babát, kisautót, tehát bármit, amivel a gyermekeket meg tudjuk örvendeztetni. Itt csupán a jó akaratról van szó, és nagyon örülök annak, hogy ebbe az akcióba is nagyon sok polgár részt vesz, és nagyon sok a tenni akaró polgár, hiszen igen, nagyon... én is azt tapasztalom a mindennapi életben, hogy nagyon sok az olyan ember, aki jó akaratú, szeret segíteni, csak hát nehezen veszi a fáradtságot, hogy fölkeljen és elmenjen, és ténylegesen fizikai értelemben is fáradtságot vegyen magán, és elvigye azt akár játékszert, akár tanszert, akár használt ruhát. Hogy sikerül rávenni az embereket? Szerencsések vagyunk, mert tehát a tanszergyűjtési akciót is meghirdetjük két héten át folyamatosan. Újságban, rádióban, szórólapokon keresztül plakátoljuk, és az emberek így szereznek tudomást, és ez elég nekik ahhoz, hogy eljöjjenek és segítsenek, hiszen nagyon sok ember érez késztetést magában, és aki csak tud, segít. Miután összegyűjtöttük ezeket a játékokat, a női fórum tagjai becsomagolják, és személyesen visszük házhoz, és személyesen adjuk át a gyermekeknek ezt a játékot, és így próbálunk örömet szerezni nekik, ami a sikeres is. Hányan vannak, akik segítenek önnek ebben a munkában? A női fórumnak 12 állandó
tagja van, de még nagyon sok hölgy segít, aki nem állandó női fórum tag, viszont támogató tag, és folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb hölgyek, akik jelzik a segítségi szándékukat, és ennek nagyon örülök, hogy a mai szegény és elfásult világban egyre szaporodnak azok a hölgyek és azok az emberek, akik még tenni akarnak, és akik még segíteni szeretnének ezeken a családokon és ezeken a gyermekeken. Tehát ezekhez az akciókhoz tulajdonképpen szponzorokra nem volt szükségünk, viszont minden évben megszervezzük a húsvét és a karácsonyi műsort is, és a húsvét és a karácsonyi műsor után ajándékosztásra és csomagosztásra kerül sor, amit eddig a Vajdasági Magyar Szövetség biztosított. Idén, tegnap szerveztük meg karácsonyváró műsorunkat, és idei karácsonyváró műsorunk támogatóink és adományozóink segítségével jött létre, hiszen az ő segítségükkel tudtunk 62 csomagot biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen ön és a 12 állandó tag, illetve egyéb kisegítő hölgyek keresték fel azokat a támogatókat a helyszínen, és beszélték rá, hogy vegyenek részt ebben az akcióban, és tudjanak segíteni pontosan a családokon. Pontosan így van, és nagyon örülök annak, hogy különösképpen nem kellett ezeket az embereket rábeszélni. Tehát amikor elmondtam azt, hogy mi a célunk és mi a feladatunk, akkor aki csak tehette, segített. Élelmiszercsomagokat osztottunk, igen, és az élelmiszercsomagok mellett még édességcsomagot is a gyermekeknek. És ez a karácsonyi műsor után került sor ezeknek a csomagoknak a kiosztására, a munkanélküliek, illetve a nehéz anyagi körülmények között élő családok között. A szomszédos helyi közösségben lakom egyébként, és hát tapasztalatból tudom, hogy sem ott az én helyi közösségemben, sem a vasutas helyi közösségben például nincs túl sok szórakozási, kikapcsolódási lehetőség a magyar családok számára. Nincsenek ilyen típusú összejövetelek, műsorok, ahol ők megjelenhetnek és jól érezhetik magukat, úgyhogy szerintem a csomag mellett ennek is egy nagy vonzereje van, hogy azért közösségi forma. Azok, akik egy helyi közösségben élnek. Természetesen ezeknek az összejöveteleknek, ezeknek a rendezvényeknek közösségformáló szerepük is van, nagyon nagy jelentőséggel bírnak, hiszen a műsort mindig egy nagyon színvonalas programmal kezdjük, ahol gyermekek lépnek fel. Idén is, mint minden évben, a Szabadkai Népkör topogós táncegyüttese fellép, betlehemes műsort adnak elő, a szabadkai szalagfűzőleány kórus énekel a vendégeknek, a gyermekek pedig úgy szintén szavalnak, verselnek, hangszeren játszanak, és minden évben meghívunk egy néprajzkutatót, aki a karácsonyi szokásokról, hagyományokról mesél a közönségnek. És télapójuk is volt tegnap, ezt nem és tudtuk igen, mutatni, igen. Igen, és télapunk is volt, hiszen tudjuk, hogy a gyermekek nagyon szeretik a télapót, és a télapó adta át a gyermekeknek személyesen Áruljuk a csomagot. Áruljuk el, kiöltözött-e télapónak? Télapónak Kikity Attila öltözött be, aki a helyi közösségünk igen aktív VMS tagja, és nagyon nagy meglepetést szerzett felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, mert nagyon ötletesen tudott bánni a gyermekekkel, és a gyermekek nyelvén tudott kommunikálni velük. Úgyhogy a gyerekeknek nagyon nagy örömet sikerült ezzel szerezni, és a műsor után pedig a vendégeket a női fórum tagjai által készített süteményekkel kínáltuk, ez így történik minden évben, valamint forralt borral, mézes pálinkával, üdítővel kínáljuk a vendégeket, és ezzel is azt szeretnénk, hogy a polgárok ne siessenek haza, hanem maradjanak még ott velünk, és egy ilyen nagyon családias hangulat kerekedik, amely keretein belül sor kerül a barátkozásra, az ismerkedésre és egy kötetlen beszélgetésre. Köszönöm, hogy itt volt ma este nálunk. Én is köszönöm szépen.